Sziasztok, sziasztok, Keeper vagyok, és folytatjuk a Sprintéresznek a következő részét. Na gyerekek, figyeljetek, hol tartottunk? Egy kicsit el vagyok, be vagyok hovazva, mivel most hagytam abba a Reign of Kings-et, ami egy iszonyatosan jó játék, aztán nem tudom, hogy hol tartottam. Ja, itt van egy takarás, ott van egy takarás, meg itt van egy takarás, ezeket kellene felszabadítani, de nézzétek, ugye van nekünk itt egy garázsunk, ahol a C 65-22-es típusú van, viszont nekünk van egy új gépünk, egy ilyen, amit azért nem hagyhatnák ki, nem gyerekek, már mint egy rába, azért kéne használnunk. Szóval a rábával fogunk felfedezni. Garázs. Fuck yes. Oké. Üzemanyag. Hogy te lerakta üzemanyaggal? Ja, mert tele is volt üzemanyaggal, nem igaz? Meg kéne nézni a gyerekek, hogy mit lehet rárakni, bár azt aztán már néztük ezt a lábát elég sok helyen. Ezt nem értem, ezt az alapkerekeket nem tudom, hogy mi a különbség az alapkerék, meg a rába 250 kerék között gyakorlatilag ugyanolyanok. Csak más a színük, meg egy kicsit a formájuk. Na, nézzük, hogy mi van itt. Jó, hát ilyet nem viszünk. Jó, ezt a kabin protektort, ezt rárakom, ez tök durván néz ki. Egyébként még soha életemben nem láttam, hogy ilyen kabin protektor lett volna izén rábán. De hát biztos igazuk van. Markoló. Raklap, vagy rakodó felület. Ez meg ilyen vizgentyű. Ez meg ilyen másik vizgentyű. Ez meg egy ilyen portkerék. A portkeréket hagyom. Viszont lehet, hogy ezt a rakodót ezt felrakom rá. Olyan tök jól néz ki, nem gyerekek? Vagy ah, hülyeség, nem? Ezt mire használjam? Semmi értelme. Jó, nem rakok rá semmit, hanem inkább így megyünk, így vágunk neki a terepnek. Várjatok egy picit, ez a... Ez? Ezen nincs olyan dolog, hogy rá lehetne pakolni valamit? Ilyen rampaszerű dolog? Ez azért kemény, ezen fát szállítani. Tudnám, melyik volt ez? Ez. Semmi olyan nincs, ami így lehetne szá... Ez mi? Ja, ez ilyen trailer lenne, csak ugye nem nagyon működik. Ez micsoda? Ja, hát ez ilyen lenne. Az a baj, hogy nem lehet olyat rakni rá, hogy ilyen fel lehetne belejárni a rámbára. Na, mindig ilyen hülyeségeket találok ki, amíg az fel a rámbára. Miért akarnánk feljárni a rábára, hogy a rábával erre, ha egyszer van nekünk egy rábas tegerünk, amivel ugye lehet azért menni. Ezzel fogunk most felszabadítani helyeket, takarásokat. Takarásokat. Ó, gyerekek, még nincs itt az ural, ugye az ural az valahol itt van. Úristen, mekkora takarás. Na, nyomjuk neki. Valahogy át kéne jutni a túloldalra, mondó vagyok. Oda, csak azt nem tudom, hogy fogom én ezt megvalósítani. Valószínűleg, hogy körbe. Milyen frankó, amikor pattog, nézzétek! Imádom! Imádom, csak nem tudom, hogy fogok itt átjutni. Keresni kell egy hidat, nem igaz, srácok? Áááá, ne, 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 ne! Ó, elnézést kérek, gyerekek. Ez ilyen a box. Nem szándékos volt, hanem csak hülye vagyok. Kicsit elszámítottam magam. Egyébként azért ez a jármű, ez nem pont ide erre a terepre való. Ami nem ilyen manőverekhez. Hol vagyok? Ja jó, oké. Hogy ilyen nyilgázon próbáljak bevenni ilyen kanyarokat. Subidubi, subidubi. Stop, lassan, lassan. Ez iszonyat gyors ez a gép, gyerekek. Azt veszem észre. Hopp, ott nem tudok el menni. Nézzétek, itt. Úgy. Ez az. Szupi gyerekek, szupi. Oké. És akkor meg kéne nézni valami olyan helyet, ahol át lehet menni. Itt ott van egy híd, ugye. Hú, basszus, az a szar híd. Úgy utálom azt a hídat. Amikor így meg kell kerülni ilyen... Ez ilyen... Milyen gyors volt ez a rába, ez eddig is, srácok. Ez komolyan úgy megy, mint az őrült. Oh my god. Ó, srácok, várjátok, hol a híd? Még odébb lesz, még odébb lesz. Át kéne itt mennem valahogy. Ez milyen mély ez a rész itt?
Igen, hát ez ilyen nagyon mély lesz. Hát itt nem fogok tudni átmenni. Ezelőtt ezt hogy oldottam meg? Elnéztem a rajzot, szerintem. Itt kellene azon a híról áttennem, és akkor utána át tudok a következő. Kicsit be vagyok keveredve, ne maradjatok. De nem vágom, hogy merre kell menni, tényleg. Na, nyomjuk neki. Nyomjuk neki egy szorzót, mi van akkor? Hát semmi, nem megy gyorsabban úgyse, úgyhogy nem erőltetjük. Ja, itt van egy híd, itt van egy híd. Várjátok? Nem akarok olyan marha nagyot kerülni. Meglessük itt ezt a dolgot, hopp, ez is épp, hogy elfért a kerék. De meg kell szokni, hogy nem ugye nem kormányzott kerékkel működik ez a dolog, hanem ilyen csuklós rendszerrel. És baszott nehéz az a gép, úgy is hogyan beszéltem. És így azt is meg kell szokni, és elég magasan van a súlypontja. Így vigyázni kell azzal, hogy elég könnyen be lehet esni a helyekre. Például ide, ide! De jó, hogy kipánybáztam magam, gyerekek, ugye? De jó. És ahogy rakosgatja a seggét, tök szívó az a gép. Na. Oda kipánybázzuk magunkat. Nem akarom kirántani a fát, csak azt akarom, hogy itt a fenyő mellett férjünk el. Azt szerettem volna. És ez a cabin protector nem tudom mennyire véd meg minket. És egyébként írt, olvasom a kommenteket, ám mindig srácok, csak nem nagyon tudok mindenre válaszolni. Írtátok, hogy fogadni mertetek volna, hogy a rába szándékosan csinálom, hogy így másszon hát el segge. Jó. Hogy a rába lesz az az egyik jármű, amit be fogok rakni, és igen, eltaláltátok. Mivel egy kedvenc, úgyhogy nem csodál, hogy... Egyébként az MTZ-n is gondolkodtam, a 82-es... Jézus Mária, hát ilyen hülyeségeket csinálok. De milyen frankon megoldottam? Most nem magamat akarom hype-olni, de azért ez nem volt az. Jó, a 82-es MTZ-n is gondolkoztam, kiskabinosor, az megint egy nagy kedvenc. De az volt az a probléma már azért, hogy... Lehet, hogy annyira nem tudtam volna használni ezzel a mapon, azért... Ide komoly gépek kellene egy ilyen helyre. Na gyerekek, nyomjuk neki. Steiger. Hoppá. 13 sérülés. Mitől a gyerek? Mitől? Azt fékeztem egyet. Ne már. Ne vicceljen velem ez a dolog. Na erre elmegyünk, aztán megnézzük, hogy ott lesz-e valami átkelő. Ezt nem értem, ez 13 sérülés mitől jött be. Konkrétan fékeztem egyet, aztán hogy mi történt. Itt a kurva gyorsan megy az gyerekek. Azt olyan furcsa. Lehet vele teperni. Ez ugye elvileg mennyi, egy 25-tel kéne mennie szerintem. Maximum, ajaj, megint belekeveredek. Úgy utálom ezeket a ilyen kacskaringós részeket, és mindjárt este lesz ráadásul. Tehát kéne mennem. Az azért tetszik ebbe a gépbe, hogy viszonylag kicsi. Igen, úgy értem, hogy rövid és elég jó forrulékony. Hogy át lehet ilyen csúnya helyeken javickélni vele. Például szerintem itt a fák között át fog férni. Ott aztán nem vagyok biztos benne. Az az. Sötétedik már ideként. Pofa be, ki látta azt a filmet? Mi volt az a film, gyerekek? Ilyen ősemberek voltak be. Hoppá. Ajaj. Ajaj, famászás majdnem. Majdnem összetöröm itt a gépet. Pedig el kellene férnie. És meg a másik oldal fog elé. A másik kerék érje. Kicsit nehéz irányítani, vagy nem tudom, én vagyok a béna. Ajaj. Na. Férj már el. Mert most még rosszabb, mint az előtt. Na? Ez tök részés van itt. Ne, hát nem olyan volt, mint hogyha elfél volna. Menjünk hátrébb egy kicsit. Basszus, nem hiszem, hogy nem félek át ezek között a két fa között. Úristen, hát mondjuk nem sok hely volt. Jó. Ja, és itt van ez a hülye falu.
Maradjunk éjszaka? Éjszakára maradjunk, gyerekek? Szeretnétek? Csak ne akadjanak össze itt a dolgok. Na! Oké, és akkor itt sok kell lenni egy hídnak, ugye gyerekek? Basszus, ezzel rendesen driftelni lehet ezzel a géppel. Ja, és itt van az a kő, itt van az a köves rész. Na hát lehet, hogy itt beleförgetek az időbe, hogy lássuk is valamit. Itt van ez a híd, amelyik ugye le van szakadva, és akkor mellette a tíz alatt lehet átmenni. Beleförgetik az időbe, mert nem fogok látni semmit, aztán ez nagyon kellemetlen lesz számomra. Ti meg rohadtul fogtok röhögni rajtam, hogy összetöröm a beárdát. Na. B-típus. Csak most ne hagyjon cserbe minket a rábának a csuklós szerkezete, mert akkor az fájni fog. Megmondom őszintén, hogy nem szeretném megkerülni ezt a köves részt. Aztán lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy én itt lezúgok. A zúgóba. Meg kéne nézni, hogy az itt hogy van. Nem szeretném megkerülni. Kockáztatunk, srácok. Királytani fát nem lehet? Mondjuk ezt a fát. Így kitörni. Hát, lehet, hogy nem mi. Meg kellene próbálnom úgy, hogy így lendületből ilyen hosszú drótkötéllel. Azt a fát, ha ki tudnám törni, hát mondjuk ez elég drasztikus vagyok, tudom. De akkor tök jól meg tudnám oldani. Ilyen Krabi protektort ti láttatok már rábas tegeren? Mert én aztán tényleg nem. Meg az a gyanús, hogy az a telefonfülke ott a tetején, az nem tűnik egy ilyen nagyon masszív dolognak, és ahhoz csatlakozik a kabin protektor. De fura. Megpróbálom kirántani ezt a fát, ilyet még nem csináltam. Lehet, hogy nem is fog menni. Hátra tolhatunk. Aztán nyilgázzal nem indulunk. Ahogy bírunk. Ez az, most. Az igen, kitörtük a fát, gyerekek, a rábával. Ez durva volt. Ezt nem gondoltam, hogy ezt meg lehet csinálni. Komolyan mondom, gyerekek, ezt nem hittem volna. De ez nagyon beteg volt, kiszámítottuk. Hát ez rohadt jó. És még ekkor esetleg ezt? Basszus, ezt meg kell próbálnom. Milyen fakat tépek ki. És ugye azért jó, hogy ki is tudnánk vinni ezeket. De így nem sérül a vérta. Ez marha jó. Na ezt megpróbálom még egyszer. És akkor csinálunk magunknak ide útot. Így erdőn keresztül is tudnánk. Gondolom bármilyen vastag fát ki lehet tőlni, csak nem mindegy, hogy mivel. Jó, hátra járunk, oké. Okay. És akkor adj neki. Megint egy második menet. Az igen, ezt is kitörtük. Hát ez nagyon fajn. Új, és milyen sár van itt. Azért itt lehet mókázni. Ez rohadt jó. Ez nagyon állat. Ezt ki kellett, hogy próbálja. De jó, hogy ide bejöttem. Az igen! Mekkora sár! Ne rángatnám a kamerát, nem igaz, srácok, annyira. Ez nagyon ász. Az elejéről, nézve. A bokor, begyűrés. Jaj, elhúzza magát a gép. Na, jöjjünk már innen ki, jöjjünk már innen ki. Hoppa. Elássuk magunkat teljesen. Jó, szétvágtuk itt ezt a környéket, ugye? Nézzük csak valami. Egyes kamera. Ja, hát egy kicsit szétvágtuk. Jó, oké, igazából csináltunk ide helyet, hogy le tudjuk menni. Kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán sikerülni fog-e. Ha így már le menni oda. Az az igazság, lehet, hogy tolodva lenne érdemes, de inkább menjünk előre. Basszus. Ez a rába egyébként néha olyan irányíthatatlan, arra nem arra akar menni, amerre mi szeretnénk. A srácok, ez nem lesz egyszerű, úgyhogy készüljetek. Nem tudom, hogy össze fog-e jönni. Hát remélem nem annak a fának fogunk neki menni. Oh.
Most én nem akarok... Nem akarok nagyon bántani semmit, de... Ez miért sérült le ennyire? Mert azért olyan nagyon durván nem csapattuk szét, nem gyerekek? Hát jó, de kapott, tehát azért olyan durván nem. És jó, hogy a Cabin Protectort ráraktuk, gyerekek. Mert ez megmentette most az életünket. Na, srácok, akkor próbálkozzunk. Hát lehet, hogy köpni fogja az izét, a lángot, a kipufogó. Azt is nem látok semmit, gyerekek. Komolyan. Itt hol kell jönni? Valahogy így, ugye? Oké, így jó, így látni őket. Mármint a deszkákat. Köpi a lángot a kipufogó keményen. Mi a szar? Megdőlt a híd. Gyerekek, ezek a híd alkatrészek, ezek itt dölökni jönnek. Berakom egy ilyen egyesbe. És végre kiérünk, jó. Hát ez jó volt. Kicsit széttörtem, és mi ez az iszonyat sár rajta kerekeket? Ezt nem tudom elképzelni. Ezt nem kell volna itt szarrá törnöm, jó lenne volna. Ja, mondom, miért nem megy hátra? Azért, mert ugye izében voltam. Manuális fokodatban. Kicsit kellene rajta csavargatni, és akkor el tudunk indulni, gyerekek. Pillanat. És lába kaland. És itt van a izé, itt van a az ural. És az ural van, nem tudom, nincsen javításpont esetleg, annak tudnék örülni. Bár annak meg nem mondja bele, ez esnék itt a vízbe, úgyhogy óvatosan. Ne! Ezt a rohadt drifter hülye fejemet. Majdnem sikerült itt beldrifternem ebbe a vízbe. Ez meg körülbelül, mint valami mozdony. Köpi a lángot, ne fekete füstöt. Bele ide a képünkbe. Ó, és a manett tulajdonsága is leromlott, tehát nem nagyon akar menni. Ennyi a max sebessége, így. Érdekes, régebben azért ennyire nem befolyásolódott a sebessége, hogyha egy meg nem van sérült, nem volt sérülve, nem srácok. Most nagyon kaki. Meg orrán száján dől a füst. Nem látni tőle kettőig. Úristen, ennyivel megy, gyereke. Meg ilyen fémes hang, ilyen pattogás. Na, bemegyünk a tudjátok, hogy miért. Az uralért, és akkor megnézzük, nincs esetleg valami javításpont rajt. Viszont annyira jó lehet benne csapatni ezzel a lábával. Az a gond, hogy nem tudom faszállításra bírni ezt a lábát, pedig kíváncsi lettem volna, hogy mégis mit lehet vele működni. Ha megnézzük, hogy ezen nincs véletlen esetleg javításpont, én szívesen mennék a rábával tovább, aztán így meg ugye nem nagyon tudok majd, hogyha... Melyik is a? Már igazán megtanulhatnám. Ah, azért tudom. És nincs lehetőség rá, jó, hát akkor... Akkor marad a szarrá tölt rábánk. És akkor ugye az előző részben már próbáltunk, vagyis csináltunk olyat, hogy itt oldal, tehát elmentünk a kamazzal, és megpróbálok azt egy olyat a rámával. Tudjátok, hol itt a parton, mert ott van egy ilyen takaráspont, amit még jó lenne felszabadítani. Bár lehet, hogy ezzel a rámával elég nehéz lesz. Na srácok, itt kellene ugye valahogy elmenni. Szépen óvatosan. És itt a parton végig menni. Azt mondjátok, ugye gondolom, hogy nem fog sikerülni. Mivel hogy hülye vagyok, hogy hát itt hol akarok én elmenni. Hát megvan a módszerem, gyerekek, megvan a módszerem. Nézzétek csak. Hoppa, cegyemek! Hosszú volt a kötél, basszus.
Hosszú volt a kötél. És full erőtlen lett a gép, nézzétek. Nem akar menni. Vajon miért, mi? Vajon miért? Szarrá van törve meg még ráadásul, most még meg is húztattam. Hát ezzel nem tudom, hogy mi lesz így. És én ezt eloldom. Nem sikerült. Bocsász. Bocs gyerekek, bocs. Ezt tudom, hogy ez nagyon csúnya volt. Ó, gyerekek, gyerekek, pedig ez jó lett volna. Jó lett volna, ha jó lett volna, de nem volt jó. Akkor menjünk, menjünk, aztán ezzel megcsináljuk, eléggé közel van ez. Meg úgyis az Uran az jó csapatos gép, úgyhogy lehet ezzel teperni. Megnézzük, itt balra elmegyünk, hogy van-e valami bejárat oda is, hogy fel tudjuk oldani azt a pontot. Faszus, ez az Uran, ez nagyon jó lett, gyerekek. Szerintem ez az Uran, ez jobb lett, mint a komasz. Hogy megy ez a gép? Szántja itt a... Szántja itt a földet, vagy nem tudom micsodát. Na, nem tudok itt bemenni balra? Nem, míg meg kell kerülnem az egész hobbelbancot. Jó, erre lehetett volna jönni. Ott van egy sérülés, pont nem kell volna oda bemennem. Nem baj, srácok, igazából az a lényeg, hogy most felszabadítsuk a maradék ilyen takarást. Ez az elsődleges pontosság, jó dolog. Hú, ettől el lehetett volna jönni, én meg itt összecsaptam a dolgokat, vagy, vagy nem lehetett volna eljönni, de el lehet jönni. Nem sokan mullott. Azt nézem, ezek a kitámasztó karok nincsenek kinyomva ezen a gépen. Na! Hű, basszus, ez durva. Ez durva, gyerekek, ez a map, nagyon. Következő takarást kellene feloldani, amit valahogy meg kellene oldanom valami jó módszerrel, csak nem tudom, azon gondolkozok, hogy oldjuk meg. Szerintem ez marhára bevált ez a gép. Lehet, hogy ide a garázsból nem megyek, és akkor megpróbálkozunk egy olyannal, amit már a legelején próbálkoztunk ezen a mapon, hogy ugratni kéne egyet. Nem fog menni, az ugratás nem megy. Az ugratás nem fog menni, viszont más megoldás is létezik. Valahogy le kéne jutnom ennek a lehetőnek a zajára valami nagyon gyorsan, hogy ne úgy, hogy el tudok férni. Ne úgy, hogy meg kelljen kerülnem itt mindent, az olyan a franc egye meg, hogy lecsúsztunk oda. Betörtük az élőnek a sarkát. Na, itt valahogy le kéne jutnom nekem, gyerekek. Nincs itt egy lejárat? Mint hogyha itt lenne egy lejárat, nem? Hát persze, hogy itt van egy lejárat. Itt van az a siratófal dolog. Várjunk csak. Igen, és itt kezdődik. És óvatosan. És visszafordultott kerekekkel, vagy valami... Ne borulj fel! Állj fel! Hát ez a rész a szörnyű. Ez a rész a szörnyű, gyerekek. Ezt nyilgázzal le kellene volna mennem, aztán akkor nem fordítottam volna keresztbe, vagy pedig irányba kellene volna tartanom ezt a gépet. Nem így elcseszni. Srácok, rettenetesen béna vagyok. És ezzel nem is akartok vitatkozni, ugye? Még egyszer, viszont az az út az tök jó. Innen tök hamar le lehet jönni. Végül is meg ott, hogyha fel tudnánk jönni valahogy, akkor elég hamar ide felérnénk, ugye itt van a... Ja nem, itt a rönklerokat, hát itt le kell menni egy kocsi rönkkel, gyerekek, aztán akkor megvan oldva a probléma, nem kell körbe menni. Végül is, most akkor ki kéne próbálni, milyen lenne itt egy kocsi rönkkel lemenni. Kellett volna hozzam egy kocsi rönköt, gyerekek, most jut eszembe. Srácok, próbáljuk már ki. Itt a röntgenrakat megpakoljuk. És megnézzük, hogy le tudunk-e menni. És itt megfordulunk. Nem tudnék itt egy-egy éveset? Tudnék neki örülni, hogyha nem kéne. Kéne forgolódnom annyit. Pont meg volt az egy éves.
És akkor valami olyasmi kéne, amivel lehet fát szállítani. Kiegészítő felépítmény. Szerintem ezzel lehet. Ez nagyon olyan úgy tűnik. Na mindjárt kiderül. Hát ez nem lesz kevés fog. Az biztos. És akkor mik vannak itt, úristen? Úristen, mik ezek? Hú, vannak ilyen speckó cuccok. Hát ez nem volt jó. Ha visszamegyünk, azt rakunk fel valami más, mert ez nagyon nem akar működni. De ezek a sziklák, ezek akik ide rakta, mármint ami miatt ugye a kamera ugrál, az... Mivel lehet itt fát szállítani, gyerekek? Ezzel, ha nem? Ez a biztos nem. Ez a tuti nem. Röpkutánfutóval. Ezt úgy kéne. Röpkutánfutó, és akkor... Hát ehhez még kell valami, gyerekek. Ez nem elég. Ez még kellene egy közepes röntgenfotkocsi, vagy egy hosszú röntgenfotkocsi. Aha, itt valami van. Mi ez nem az? Ezzel semmire nem megyek. És mi a szar van? Jó, akkor vigyünk egy platónyit. Ezt legalább akkor valamennyi lesz rajtuk, azt ki tudjuk próbálni. Úgy, azon gondolkozok, hogy fogok itt lemenni majd hosszú röntgenfotkocsival. Lehet, hogy sehogy. Ez ilyen izé, ez nem is tudom mi. Hosszú rönkök, valami rövid rönkök, közepes rönkök. Hol van a rövid rönkök? Itt van, gyerekek. Itt, csak akkor most már. És miért nem lehet rárakni a rövid rönköket erre? Kezdek izére így pánikba esni. De így. Na végre, na végre. És akkor próbáljuk meg lemenni ezzel. Azon a lejtőn. Ezek a kameranézetek, húzzunk innen, mert már nagyon őrítőek. Nem láttatok semmit, nem hiszem el, komolyan mondom. Menjünk, próbáljuk meg lemenni. Mindenféle röngök nélkül, mert már szégyellem magam. Tényleg, gyerekek. Tényleg már rosszul vagyok ettől, hogy... Mindig felborítom ezt a gépet. Le akarok menni. Ennyi időt körbe háromszor lementem volna. És hogy húzzunk. Stop. Ne csusszunk neki semminek. Így. Fölül kellene mennem, azt akkor nem lenne ilyen probléma, hogy itt neki megyek, meg felborítom, nem? Lenne annyi eszem. Shit. Csúszkál össze-vissza minden. Jó, gyerekek, akkor próbáljuk meg egyenesbe tartani, és akkor úgy lemenni, ugye? Na nézzük, hogy hol van az út egyáltalán. Az a baj. Nem látom abszolút, hogy hol az út. Ahol itt van egy út. Hol? Aha, itt. Jó, azon vagyunk. Nem rossz ez. Jó, hát szerintem egy fával is le lehet menni. Hogy az ember már tudja, hogy merre kell menni. Hát ez teljesen működik. Jó, itt egy kicsit mély lesz a talaj. Hát igen, ennyire lett mély. És akkor megvan ez a takarás is. Tökéletes, srácok, nézzük meg még, hogy mi van. Még itt van egy takarás. Amit lehet, hogy meg tudunk oldani úgy, hogy így légvonalban megpróbálok arra elmenni. Nem lehetett ott megoldani. Nyomjuk neki egy rettenetest, aztán nyomjuk itt a békalencse, azt írtátok, ugye? Ez nagyon lefogja a kerekeket, le fog fulladni, lehet. Ez nem nagyon akar menni így. Juhú! Na ez már a füves rész. Jó srácok, akkor nézzük meg, hogy tudunk oda eljutni. Az utolsó takarást azért jó lenne már feloldani, nem? Hát így nem. Azt egyből levettem.
visszamegyünk, és akkor kerülünk megint, ugye. Remélem túl hosszú kerülő nem lesz. Hop, 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 ez. Jaj, srácok, kicsit kapkodós vagyok. De minél hamarabb már szeretnék odáig eljutni, hogy már fát szállíthassak, hogy minél hamarabb meglegyen az a rész, hogy szabadítjuk fel itt a dolgokat. Az vagyok, az miatt vagyok ilyen. Viszont ez jó volt ez, a, ez az átkelés. Szuti, nagyon jó. Na menjünk, aztán próbáljuk meg, hát remélem, hogy nem kell túl sokat autózgatni, hogy ezt az utolsót felszabadítsuk. Á, itt van jobbra valami út. Aminek csak örülni tudom. Ha jó van, oké, gyerekek, nem volt ez annyira vészes. Gyorsan beforulunk ide. Fuck yeah. És elvileg az egész ma fel van szabadítva, el sem hiszem. Tényleg iszonyat volt, iszonyat volt. Miket éltünk itt? Tehát nézzetek a C2-t felületesen, hol van. Például itt van még a másik oldalon, ugye itt ezen a részen. Ott az üzemanyagtartály. Na, akkor csináljunk egy nagyon gyors tervet, hogy mit kellene készítenünk, mit kéne csinálnunk, ugye? Vagyis nem készíteni, hanem mit kéne tennünk az annak érdekében, hogy le tudjuk szállítani a fákat. Na, ugye gyerekek? Iszonyatosan hosszú fuvarok lesznek. Készüljetek. Komolyan mondom, ezeket nem is tudom elképzelni, hogy milyen hosszú. Milyen hosszú fuvarok lesznek, ugye? Römterokat. Az eddig oké, megvan. Innen fogunk indulni. Van itt egy cél. Ezt a célt legrövidebben szerintem úgy tudnánk elérni, ha eljönnénk ide az üzemanyaghoz. Utána megpróbálnánk lejönni, itt van egy ilyen kis hágószerű. Utána itt ezen végig. És akkor itt ezekre a kocskaringos úton eljönni ide. Szerintem ez lesz a legelső, de egy darab cél az minimum egy gépébe bele fog kerülni. Mert ez nagyon-nagyon hosszú. Következő cél, az meg... Azt el sem tudom képzelni, hogy fogok ide eljutni. Tényleg, gyerekek. Itt végig kell jönnem, erre, utána meg vissza. És akkor meg még itt is van cél, itt a bányának a legalján. Hát ez szörnyű. Meg itt, úristen. Na srácok, nem tudom mi lesz. A következő gameplayben nekiállunk az első célba, megpróbáljuk levinni a fát. És akkor itt sorba haladni fogunk. Ugye ide például, ahol itt van dupla kettő cél. Ide basszus mennyi? Ja, kettő cél van. Hát ide ugye csak egyet fogunk leszállítani, mert ha egy sikerül, akkor ugye kettő is. Végül is egy, kettő, három, négy. Négy helyre kell majd szállítanunk. Na jól van, oké, köszi, hogy itt voltatok, srácok. Szerintem ez a gameplay ennyi. Ez alatt a, egy gameplay alatt már, mint ez, ebben a gameplayben már úgyse sikerülne a faszállítás. Hát ez furcsa hangok. De akkor egy következő részt akkor így rááldozunk erre az egészre. Na, köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!